Jó estét kívánok! Néhány nappal ezelőtt vehette át az egyik Fejér megyei cég az évbefektetője díjat. Ketten is a vendégem a cég részéről. Az egyik az ügyvezető, a másik pedig a gazdasági vezető, Klér Zoltán és Simon Péter. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Hát ugye elmondtam, hogy az évbefektetője, nem az év beszállítója, bocsánat, rosszul mondtam, az év beszállítója díjat kapták meg, mert közben itt a papíromon van, hogy az évbefektetője gálán történt mindez, és ezen keveredtem meg egy kicsit. Tehát az évbeszállítója díjat kapta meg a Simon nevezetű cég. Egészen pontosan mit is jelent ez az elismerés, miről is szól ez az elismerés? Isten igazából jó estét kívánok! A Nemzetgazdaság és Külügyminisztériumnak és azon belül a HIPÁ-nak a díja ez. Minden évben egyszer adják ki ők ezt a díjat. Ez számunkra nem volt semmi olyan procedúra, hogy nevezni kelljen, és bizonyos olyan auditálási dolgokon át kell menni. Itt egyszerűen ők javasoltak bennünket, és mi ezt a díjat, hát nem is tudom, hogy mondjam, Zoli, megkaptuk, hogy igazából minden zsűrin végigment. Ez azt jelenti, hogy akkor figyelik a cégeket, és látják a bizonyos adatokból, a bevételekből, és hogy ki mennyire... Ismerjük, hogy milyen aktívak vagyunk ugye a minisztériumokkal való kapcsolattartás, ugye a pályázatokat különböző klubokban, tehát a cégnek a társadalmi életét, vagy a gazdaságban betöltött szerepét figyelik, vizsgálják, és ez alapján tartottak minket érdemesnek erre a díjra, ami tényleg ettől is értékes, hogy erre nem pályázni kellett, hanem valószínűleg akár a vevői visszajelzésekből fakadóan erre érdemesnek tartottak minket. És ez ugye nagyon megtisztelő számunkra, hogy ezt a díjat megnyerhettük, és nem tudom, hogy folytassuk. Igen, akartam is egyébként kérdezni, hogy milyen érzés, amikor az ember erről tudomást szerez, hogy hát egy díjat kap, ami egy elég rangos díj itt az országon belül. Nagyon-nagyon-nagyon meglepő, és volt olyan szerencsések voltunk, hogy az egyik vevőnk is részt vehetett ezen a gálán, és őtől is mondtam, hogy hát ez nagyon jó, de ugye ezt a díjat ő nekik kell Isten igazából érezni, mint ahogy el is mondtam az ott a köszönő beszédben, szóval ezt a vevőinknek is köszönjük, hisz azért 35 éve van olyan vevőnk, aki nem is 35 éve, de azért mondjuk több mint 20 éve a vevőnk, azért ez elmondja azt, hogy megpróbáljuk mindig az adott időnek, az adott körülménynek megfelelően kiszolgálni őket. Ugye mondta, hogy 35 éve, tehát 35 éves maga a cég, de mit lehet tudni magáról a cégről? Mivel foglalkozik, mekkora? Mire kell gondolnunk? A mi cégünk, ami egy mérföldkőhöz érkeztünk egész pontosan pont a héten, egy egyszemélyes egyéni vállalkozás. Van mellette több KFT-nk is, összességében 400 fővel dolgozunk, és autóipari alkatrészeket gyártunk műanyagból, műanyag fröccsöntéssel. 25 tonnától 1200 tonnás záróerőig van gépparkunk, közel 100 fröccsöntőgépünk van. Azért is mondtam a mérföldkövet, mert szerdán fogunk átalakulni, szerdán és csütörtökön. Szerdán fog megszűnni az egyéni vállalkozásunk, és csütörtökön fog indulni a Simon Plastic KFT-nk. Igen, én egy kicsit azért is voltam zavarban itt a bemutatkozásnál az elején, mert hogy nem mondhattam azt, hogy Simon KFT, nem mondhattam semmit, mert hogy egyéni vállalkozó, de akkor nem sokára ez megváltozik. Miért volt erre szükség egyébként, hogy megváltozzon ez a vállalkozás? Hát ez régi tervünk, ez az átalakulás. Ugye a cég egy klasszikus, mint egy ilyen amerikai történet, ugye egy garázs vállalkozásról indult, ahol a tulajdonosa családi ház garázsában elkezdett dolgozgatni, és ez nőtte ki magát egy 400 fős, több mint 400 fős cégcsoporttá, és ugye 7 milliárdos árbevétellé. Ez egyre több nehézséget okozott, ugye vevők nem találtak meg minket, egyéni vállalkozásokról nincsenek adatok, nincsenek olyan pénzügyi adatok, amiket általában pénzintézetek vagy cégek kezelni tudnak. És 2010-ben már ez felmerült, ugye akkor volt egy törvénymódosítás, amikor lehetővé tette ugye ezeknek az átalakulását, akkor igazából elsősorban még gazdasági feltételei nem voltak meg a cégnél, tehát azért van néhány olyan előnye, adókedvezmény, áfa fizetéssel kapcsolatos előnyök, amelyek az egyéni vállalkozás mellett szóltak, és nem tudtunk akkor erről az előnyről lemondani, illetve egy hatalmas nagy illetékteher is egyébként az átalakulás. Utána, amikor szerettünk volna átalakulni, akkor rájöttünk, neki is álltunk, rájöttünk, hogy egy jó kézag van,
és az egyéni vállalkozói átalakulás, ahogy a törvény azt lehetővé teszi, vagy ezt az egy utat teszi kötelezővé, amit járni kell, ott egy joghézag van, és nem jogfolytonos ez az átalakulás, ami egy ilyen méretű cégnél iszonyatos problémákat tud okozni, bankhitel szerződések, vevői szerződések, tanúsítványok, tehát ad ne soroljam, hogy hol okoz ez problémákat. És utána egy 2-3 éves, nagyon kemény lobby időszakon vagyunk túl, ahol minisztériumok, miniszterelnöki hivatalnál, országgyűlési képviselőn keresztül sikerült azt elérni, hogy felismerjék ezt a joghézagot, és törvénymódosítás történt, és akkor tette lehetővé az átalakulást. Ugye ez a generációváltásnak a jogi megvalósulását is lehetővé teszi. Most itt látjuk a képeken is, hogy mivel is foglalkozik maga a cég. Ugye van egy ilyen kis bemutatkozó, pár másodperces, kis film részlet, igen. Tehát azt már tudjuk, hogy 400-an dolgoznak, de hogy mennyi partnerrel dolgoznak, hogyan alakult ki ez a partneri hálózat, és hogyan bővítik a partnerséget, erről mit lehet tudni? Azt mondom, hogy összességében körülbelül 10 vevőnk van, abból vannak nagyon nagyok, és vannak éppen, hogy azt mondom, hogy aprócska, nálunk az apró vevő is vevő, szóval mindenkit ugyanúgy próbálunk kiszolgálni. De azért egy autóipari beszállításhoz, ugye mi, ahogy mondtam is, 90%-ban autóiparral foglalkozunk, vagy autóiparban gyártunk műanyag alkatrészeket. Sokszor egy hiába nyerünk meg egy projektet, van, amikor 2-3-4 év is, amire ezeken indulnak, és például ez a gála is nagyon jó volt arra, hogy az első árajánlat kérések, titoktartási szerződéseket már ott megkerestek bennünket, hogy láttam a filmet, nem hallottam a cégükről, viszont szívesen együtt dolgoznénk. Ma is van, hogy pont 2 ilyen lehetséges vevőnek írtam alá titoktartási szerződését. Úgyhogy is igazából, de ezekből valószínűleg egy 3-4 év múlva lesznek az első bevételek. És akkor tehát a partneri hálózatot azt így is láthatjuk, hogy már így hallják, vagy tájékozódnak, igen, arról általában a cégek, hogy na akkor itt van egy cég, ami jó. Én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, nekünk soha nem kellett aktívan munkát keresni, minket ugye ez a szájhagyomány útján terjedünk, és ugye talán a díj is ugyanezt mondja, hogy a vevők jönnek hozzánk, ők keresnek meg bennünket, és próbáljuk őket teljesen a maximális szolgáltatással ellátni. Van, amiben kell még fejlődnünk. Most például, nem mondunk nevet, de például az első projektjénkkel indultak egy Magyarországon lévő autógyárral, aki a Győr környékén megtalálható, úgyhogy ez is évek közös munkája, amire ezek a projektek indulnak. Hogyha így a magyar és külföldi cégeket nézzük, akkor mit lehet mondani így az arányról, vagy mennyire vannak már mondjuk külföldi befektetők, vagy rendelők, vagy nem tudom, hogy kell őket nevezni? Jellemzően mi a vevőink igen nagy része multinacionális vállalat, de multinacionális vállalatoknak a magyarországi cégei. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor a közvetlen exportunk minimális, tehát 97-98%-ban Magyarországra gyártunk, de a közvetett exportunk meg szinte mondhatjuk azt, hogy 100%, hiszen az általunk gyártott, hogy a napi 1 millió alkatrészt gyártunk, ez gyakorlatilag a világ összes személygépkocsijában megtalálható, tehát ez azt jelenti, hogy szerte szétmegy a világban, és gyakorlatilag az exportunk ilyetén módon 100%-nak tekinthető. Ugye autóban gyártják ezeket az alkatrészeket, többfajta alkatrészről van szó, hány fajtáról, hogyha lehet ezt így mondani, és mit lehet tudni ezekről a kis alkatrészekről? Hát összességében több mint 600 fajta alkatrészt gyártunk. Ezek általában ilyen kisebb alkatrészek, hisz a darabszám is azért nem mindegy, hogy egy autó nagyságnyi alkatrészből gyártunk 1 milliót egy nap, vagy egy kisebből. A két húzó irányunk ez az autókban lévő konnektorok, és azok a csatlakozók, a másik pedig a hangszóró gyártás. Úgyhogy, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye mindegyikben egyre több kell az autóba, úgyhogy folyamatosan növekszik mondjuk az üzleti potenciál. Ugye most, ha jól tudom, akkor Kőszárhegyen van a fő telephely. Ez most egyelőre elégségesnek tűnik ez a telephely, vagy esetleg kell még bővíteni a jövőben? Vannak lehetőségeink, tehát ugye elég nagy területen dolgozunk ma is, de vannak már olyan földterületeink, amik tulajdonban vannak. Ezekre egy részére
egy 6000 négyzetméteres csarnokra jogerős építési engedéllyel is rendelkezünk. Tehát abban a pillanatban, ahogy az üzlet úgy kívánja, és egy olyan növekedési volument ér el, akkor azonnal meg fogjuk valósítani azt a beruházást, és hát van még ennél egy kétszer nagyobb terület, ahova még egy 10 négyzetméteres csarnok is elfér. Tehát az elkövetkező 10-15 évre megvannak a terveink és a fejlődési lehetőségeink. És akkor ezt is ott a környéken kell elképzelnünk, ugye? Vagy ennek a szomszédok, tehát ennek a folytatása, ezeknek a csarnokoknak, épületeknek a szomszédságában, folytatásában van. Ha jól tudom, akkor ugye ön a testvérével együtt most már vesz részt ugye a vezetésben, a cégvezetésben. Ugye édesapja hozta annak idején létre ezt a céget. Mit lehet tudni egyébként így az indulásról, hogy miért pont ezeket az alkatrészeket kezdték el gyártani? Ha jól tudom, akkor még ugye Szabadbattyánban indult így ez van. A cég. Ahogy a Zoli is elmondta, hogy egy tipikus garázsvállalkozásból indultunk. Kisműhely mellé még egy kisműhely, majd még egy kisműhely, és közte volt még egy kis hely, akkor egy kisműhelyt építettünk, és így mentünk úgymond nem csak előre, hanem oldalra is, és ez Szabadbattyán központjában van ez a telephelyünk, és úgymond a három telek után megálltunk, mert a faluban ugye vannak szent helyek, a templom és a kocsma, és a kocsmánál meg kellett állnunk, és nem tudtuk megvásárolni, vagy nem is akartuk már azt a földterületet megvásárolni. Ugye azért itt ez egy belterületi rész, ahol lakópihenővezet is, ott azért a kamionoknak a mozgása nem volt már túl szerencsés, és nem tudtunk itt bővülni, és Kőszárhegyen építettük az első csarnokunkat 2008-ban, ami egy tipikus zöldmezős beruházás volt, és hát onnantól kezdve ott nem akartunk még egyszer ebbe a hibába esni, és ahogy Zoli elmondta, vettük folyamatosan a földterületeket, és ezért épültünk Kőszárhegyre, viszont optimalizálás szempontból egymáshoz 5 kilométerre lévő két telephelyen ugyanazt csinálni, azt egy idő után úgy gondoltuk, hogy ez luxus, és a Szabadbattyán gyártásunkat áthelyeztük Kőszárhegyre. Az egyébként mondjuk így családon belül az várható, hogy mondjuk a fiú és a lány gyermek viszi tovább az üzletet? Tehát nem volt kérdés, hogy valami mással foglalkozzanak? Nem, Isten igazából nem volt. Nagyon érdekes, mert nem volt erőltetve nálunk. Én szerintem idén lesz 15 éve, hogy a vállalkozásnál dolgozom, különböző pozíciókban, és 5 éve vagyunk úgymond mi a vezetők. Mi ezt teljesen jól fel tudtuk osztani. Én bennem volt egy nagyon nagy akarat, és én nagyon szerettem volna máshogy csinálni, és úgymond csinálni, és soha nem volt jó az, ahogy van, ezért folyamatosan változtatunk, úgymond akár a gyártáson, akár bármelyik folyamatunkon, úgyhogy engem ez érdekelt. De tényleg ez nagyon fontos, hogy nem volt kényszer, hogy majd, amikor te átveszed, és akkor te fogod máshogy csinálni. Édesapám részéről pedig szerintem hogy is mondjam, belátta, hogy jobb az úgy, hogyha ő háttérből vonul, hadd kapjuk meg azokat a pofonokat mi vagy én, amik ezzel járnak. Nyilván hideg-meleg azért érinti az embert ilyenkor. De még részt vesz azért a cégnek a működésében, vagy mennyire vesz részt? Hát a működésében igen, az operatív irányításában nem. Szóval ő azt mondom, hogy hát nem tudom, hogy 2-3 éve abszolút aktív nyugdíjas lett, és az aktív nyugdíjas tipikusan az, akinek sosincs ideje semmire. Ugye elmondtuk, hogy megkapták ezt az év beszállítója díjat, ami egy nagyon nagy elismerés, és hogy nagy változás előtt áll is Kft. Lesz a cég, de milyen tervek vannak még így a jövőre nézve, hogy hova szeretné még eljutni ez a cég, mit lehet tudni? Milyen célok vannak még kitűzve akkor így a jövőre nézve? Ugye a fő célok, ugye van az egyszerű műanyag gyártás, ez, tudjuk, hogy ez azért nem hosszú távú, következő 20-30 évre kell ezt csinálni, viszont a nagyobb hozzáadott érték irányába indultunk el, és most elindult január-februárban egy szereldénk, ahol körülbelül ilyen 30-40 fős létszámmal fogunk már szerelni. Az általunk gyártott anyagokat még készebbé tesszük, akár ragasztás, akár összepattintás és hasonló műveletek, és ebbe az irányba szeretnénk tovább menni. Saját termékünk nem lesz szerintem, abban nem látjuk a jelenleg a fejlődésünket, viszont maga az, hogy a nagyobb hozzáadott érték, a vevők jobban kiszolgálása, mindenképpen ez lesz a cél. Meg hát akkor most akkor még több megrendelő fog érkezni, valószínűleg a díjnak köszönhetően is, hogy országosan is ismertek lettek. Abszolút.
Hát további céges sikereket kívánok önöknek, és nagyon köszönjük, hogy a vendégeink voltak. Még egyszer gratulálunk a díjhoz, vagy hát gratulálunk a díjhoz. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Az Esti Mérlegben a Simon céget ismerhették meg. Közelebbről, mint nem olyan sokára, már KFT-ként fog működni. A mai Esti Mérlegben tehát őket láthatták és hallgatták, a cégvezetőt és a gazdasági vezetőt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra. Köszönjük.